a Kozár-Miskényi képviselőtestület számára még az utolsó előtti munkanapon önkormányzati üléssel vért véget az év. Ezt december 19-én tartották. Ez egy soros ülés volt? Igen, ez soros ülés volt. Először is tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, és békés, boldog új évet kívánok valamennyi kozármisonyi lakosnak. December 19-én tartotta ezt a soros ülését a képviselőtestület. Ezen közel 20 napi rendi pont megtárgyalására került sor. Ezeket ismertetném röviden. Az első napi rendi pont keretében a lejárt határidejű határozatokról számolt be polgármester úr a szokásoknak megfelelően. Ezt a beszámolót elfogadta annak meghallgatását követően a képviselőtestület. A következő napi rendi pontban bérleti szerződések módosításáról tárgyaltak. Ennek a lényegét, a napirend lényegét az adta, hogy az önkormányzatnak a Móricz Zsigmond téren található társasházban, szolgáltatóházban van két ingatlana, amit bérbe ad vállalkozási célra, és egy javaslat hangzott el, hogy azok a bérlők megemelt összegű bérleti díjat fizessenek arra való tekintettel, hogy a társasház közös költség fizetését határozta el a tulajdonosoknak. Végül is a képviselőtestület elnapolta ezt a napirendet, a bérleti díjak megemelésére nem kerül sort egyelőre. A következő napirendi pontokban az önkormányzat és a polgármesteri hivatal költségvetésének módosítását tárgyalták a képviselők. Mindkét napirendi pontnál, mind az önkormányzatnál, mind a polgármesteri hivatalnál az éves költségvetési rendeletet olyan módon módosították a képviselők, hogy amilyen döntéseket már az idei évben a testület hozott, azokat kellett beépíteni a rendeletbe, tehát gyakorlatilag technikai jellegű volt a módosítás, ezeket a képviselőtestület elfogadta. Ezt követően tárgyaltak a képviselők a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről szóló rendelet módosításáról. Ennek a lényege az volt, hogy a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők egy 20%-os mértékű illetménykiegészítésben részesülnek, és a javaslat arra vonatkozott, hogy január 1 után is ezt az illetménykiegészítést a hivatal dolgozói megkaphassák. A képviselőtestület nem foglalt állást ebben a kérdésben, az a vélemény hangzott el, hogy majd februárban az önkormányzat költségvetésének elfogadásakor lehet erről határozni. A képviselők ezt követően tárgyalták az Orgona utca 2 szám alatti társasház kérelmét. Ezzel összefüggésben egy olyan határozat született, hogy a társasház előtt található parkoló részre, ami önkormányzati közterület, a társasház saját költségén virágtartó ládákat helyezhet ki, amik az ott parkoló autók megállását, parkolását akadályozzák meg, ugyanis ez volt a társasháznak az alapvető problémája. Orvosi rendelő, különböző szolgáltató egységek találhatóak az ingatlan előtt, és gépjárművek állnak meg előttük rendszeresen, ezért szerették volna valamilyen esztétikus formában elkeríteni a területet, ezt az önkormányzat így támogatta. Tárgyaltak még az ülésen orvosokkal való szerződések módosításáról a képviselők. Kozár-Mislenyben összesen 6 egészségügyi szolgáltató működik, 2 házi orvos, 2 gyermekorvos és 2 fogorvos. Valamennyiükkel az egészségügyi szolgáltatási feladatellátási szerződést módosítani kellett, törvényi változás volt ennek az oka. Valamennyiükkel megkötötte az önkormányzat ezt a szerződés módosítást, tehát változás, ami a lakosság részéről érezhető, az nem következik be az egészségügyi szolgáltatás területén. Ezt követő napirendi pontban mezőr jutalmazását tűzte napirendre a képviselőtestület. Kozár-Mislenyben a mezőr Mohai László nagyon színvonalas munkát végzett az elmúlt esztendőben is, és a képviselőtestület ezt azzal hálálta meg, hogy egy havi jutalmat szavazott meg a részére.
Ezt követően köztisztviselők teljesítményértékeléséhez úgynevezett kiemelt célokat határozott meg a képviselőtestület. Ez egy kötelező napirend minden évben, ugyanis a köztisztviselőknek kötelező, hogy éves teljesítményértékelésen essenek át, és ehhez a fő célokat a képviselőtestületnek kell meghatároznia, ennek elfogadására került sor. Tárgyaltak a képviselők ezután a testület 2013 évi munkatervéről. A munkaterv az tulajdonképpen az ülések tervezhetőségét teszi lehetővé, tehát meghatározza, hogy havonta hány képviselőtestületi ülés, milyen napokon várhatóan, milyen napirendi pontokkal lesz. A 2013-as évben minden hónapban hétfői napokon fog a képviselőtestület ülést tartani, várhatóan 17 órai kezdettel, tipikusan minden hónap harmadik hetében hétfői napon. Ezek soros ülések lesznek, természetesen ettől el lehet térni, azok főszabályként rendkívüli ülésnek minősülnek. Július hónapban a nyár folyamán nem tervez ülést a képviselőtestület, de ettől eltekintve minden egyéb más hónapban. A következő ülés egyébként 2013-ban, az január 21-én várható, elfogadta tehát a képviselőtestület az éves munkatervét. Azt követően egy úgynevezett közszolgálati ellenőrzésről hallhatott tájékoztatót a testület. A polgármesteri hivatal személyzeti munkáját ellenőrizte a 2012-es évben a Baranya megyei kormányhivatal, és erről az ellenőrzésről egy intézkedési tervet készítettünk ennek kapcsán, amit elfogadtak a képviselők. Ezután hulladékszállítás közbeszerzésének elbírálása került napirendre. Kozármiseny településen a Délkom Kft. Végezte a hulladékszállítást 2012. december 31-ig egy 10 éves szerződés alapján, és mivel lejárt a szerződésük, ezért egy új közbeszerzési eljárást kellett kiírni az önkormányzatnak. A közbeszerzési eljárás során egyetlen egy pályázó volt, nevezetesen a Délkom Kft., mivel a pályázata megfelelt a formai és tartalmi követelményeknek, ezért az ő pályázatát nyertesként hirdette ki a képviselőtestület, és vele kötött szerződés szintén újabb 10 évre, 2013. január 1-től az önkormányzat. A hulladékszállítási díjak tekintetében még egyelőre nem tudok változásról beszámolni a tisztelt lakosság részére, tekintettel arra, hogy a 2013-as évtől központi jogszabály alapján határozzák meg a hulladékdíjakat. Egy olyan szabály van, hogy legfeljebb 4,2%-kal emelhet a szolgáltató díjat. Még egyelőre nem jelezte részünkre a szolgáltató, hogy milyen díjjal kíván élni a következő évben. Amennyiben ezt megteszi, arról a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni fogjuk. Tárgyalta a képviselőtestület a létesülő rendőrőrsel kapcsolatos megállapodást. Mint arról már a tisztelt lakosokat tájékoztathattuk, 2013. január 9-én kerül sor a kozármisenyi rendőrőrs átadására. Ezt a rendőrőrsöt teljesen önerőből valósította meg az önkormányzat. Egy ingatlant vásárolt erre a célra, amit átalakította az önkormányzattal. Szemközt a Pécsi utca 147 szám alatti ingatlanról van szó, és ezt teljesen berendezte bútorral és egyéb eszközökkel. Ez a megállapodás ez arról szólt, amit tárgyaltak a képviselők, hogy ezt az ingatlant és az abban szereplő használati tárgyakat egy használati megállapodással a rendőrség ingyenes használatába adja határozatlan időre a kozármisenyi önkormányzat, tehát nem számít fel ezért bérleti díjat, és az önkormányzat vállalta, hogy az ingatlan fenntartásával kapcsolatos rezsiköltségeket és kiadásokat is finanszírozni fogja. Mi nagyon bízunk abban, hogy helyben a közbiztonság megerősítése érdekében ez egy fontos lépés, és elsősorban a bűncselekmények megelőzése szempontjából a rendőri jelenlét sokat fog jelenteni Kozármisleny település részére.
A következő napirendi pont is ezzel a rendőrös kérdéssel volt összefüggésben, ugyanis a rendőrség megküldte az önkormányzatnak véleményezésre a leendő őrsparancsnok személyét. Dömösné Deres Anita rendőr főhadnagyasszony lesz a kozármisnyi rendőrösnek a parancsnoka. A képviselőtestület támogatta az őrsparancsnoki kinevezését, tehát egy támogatói véleményt küldtünk meg a rendőrök részére. Ezt követően az ülésen zárt napirendek tárgyalására került sor, illetve zárt ülést tartott a képviselőtestület. Itt egyedi önkormányzati hatósági ügyeket, fellebbezéseket bíráltak el, amikben az elsőfogó határozatot helyben hagyta a képviselőtestület, mind szociális, mind egyéb hatósági ügyekben. Az ülésen további napirendek tárgyalására nem került sor, és az ülést a polgármester úr lezárta. Mai beszélgetésünket nem decemberben az ülés után, hanem már január 2-án készítjük. Ilyenkor évelején mindenki arra figyel, hogy milyen változások érintik a lakosságot, milyen új dolgokban lesz részük. A kozármisnyi önkormányzat szempontjából van-e valami figyelemre felhívandó dolog, ami érintheti a lakosságot így az új év kapcsán? Amiről már korábban is tájékoztattuk a lakosokat, hogy feláll a járási rendszer Magyarországon, és januártól néhány államigazgatási hatósági ügyet nem itt az önkormányzatunknál helyben, hanem Pécsett a járási hivatalban lehet majd intézni. Az önkormányzatnak kiemelt feladata így évelején, hogy a költségvetését megalkossa a következő évre. Ezt február első feléig fogjuk elkészíteni. Nagyon bízunk abban, hogy sok változást nem fognak a lakosok érzékelni, sem jogszabályokból, sem pedig költségvetési megszorítások, ha szabad ezt a szót használni. Bízom benne, hogy nem fognak negatív terheket jelenteni a kozármisnyi lakosok részére. Tehát ilyen lényeges változás nem várható január 1-től. És ahogy már említette jegyző úr, január 23-án találkozunk testületi üléssel legközelebb. Egész pontosan január 21-én, de várjuk a kedves érintetteket akkor is. Köszönjük szépen! Köszönöm én is!